A helyi iskolák működtetési jogát csak szigorú feltételekkel lehet visszavenni az államtól. Az idén több mint 30 iskola kezdeményezte, hogy átvehesse a KLIK-től az iskola fenntartói feladatot. Csak az a település teheti meg, amely tudja bizonyítani, hogy van elég adóbevétele, anyagi kerete a működtetési költségekre. Vannak olyan települések, ahol pedig megtartották a helyi oktatási intézmények működtetési jogait. Miért is került felszínre ez a kérdés? Kerekes Miklós, Ajak polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének általános alelnöke a vendégem. Köszöntöm, jó estét kívánok! Nos hát miért is került felszínre ez a kérdés? Valószínűleg azért kerülhetett felszínre, ugye egy korábbi interjúban is elmondtam, hogy az azért megengedhetetlen, hogy egy iskolában elzárják az áramot, illetve a bármilyen közműszolgáltatást. Ezért került a média, akkor a média középpontjába ez a téma, és ebben nagyon meggondoltan külön kell választani a két dolgot, a fenntartást és a működtetést. Milyen mozgásterük van az önkormányzatoknak ebben a kérdésben? Ahogy a felvezetőben is említeni tetszett, aki első percben magánál tartotta, azt egy szigorú gorcsa alá vette az illetékes szerv, és csak azok tarthatták maguknál az iskola működtetését, akik megfeleltek ennek a nehéz és joggal nehéz kritériumoknak. Azt jelentette, hogy saját bevételük van olyan szinten, van olyan magas, vagy olyan mennyiségű pénzösszeg rendelkezésükre áll, hogy fent tudják tartani biztonsággal. Akiknek pedig nem volt, nagyon kicsi településekről volt szó, azok pedig számíthattak arra a biztonságra, hogy az a működtetést a Klebersberg intézmény fenntartó központ kellő biztonsággal folyamatosan végig tudja venni. Na hát ebbe került egy kicsi kis csorba, ugye ahogy hallottuk ezeket az eseteket. Én azt gondolom, hogy elenyésző, de mégis megfontolást igényel, és ehhez kapcsolódó ötleteket érdemes minden területről, minden részvő, kis település, nagy település, nagyváros, megyeszékhely meghallgatni és beépíteni a következő évek döntéseibe. Milyen lehetőségeik vannak arra, hogy növeljék ezeket a bevételeket, vagy egyáltalán erősödjenek az önkormányzatok? Hát ugye feladatalapú finanszírozás van, és az lenne az a kívánatos, ami túlnyomó részt teljesül is, hogy annyi feladatot tudjon finanszírozni az önkormányzat, amennyi lényegében van, és erre megfelelő pénzeszköze rendelkezésre álljon. Ugye, ha ez nem így van, akkor nem működik a feladatalapú finanszírozás. Az iskola működtetésénél konkrétan egy település, például adott esetben a mi városunk Ajak, a kellő potenciál, adó potenciál van helyben, kellő mennyiségű, kellő összeg, megfelelő összegben áll rendelkezésre helyi és iparőrzési adó, befolyt adó, akkor ezt meg tudjuk tenni. Azt a javaslatot tettük, hogy például a 60%-a kerül el a gépjárműadónak a központi költségvetésbe. Ha ezt csökkentenék, ezt az összeget, ehhez természetesen parlamenti döntés kell, akkor több település tudná magában ellátni a működtetést. És fontos megemlíteni, hogy akárhogy is lesz, akárhogy is van, legjobb helyen, helyben, ha rendelkezésre áll a megfelelő pénzösszeg, ezt ugye említettem, több forrásból jön össze, csak a helyben lévő képviselőtestület, az ottani polgármester karöltve az intézmény vezetőjével, ugye már nem minden esetben igazgatónak hívják, tudja legjobban, leggondosabban működtetni helyben. A problémák ott alakulnak, és ott azonnal lehet kezelni. Minden esetre Ajak egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan tud ez jól működni a KLIK-kel, az önkormányzattal és az iskolával együtt. Természetesen jó példa, szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen vannak saját bevételeink, nem csak adóból, hanem más vállalkozási bevételekből is. Mindenkit arra tudok biztatni, hogy e felé gondolkozzon, ne várjon mindig mindent az államtól, minden megoldás, minden pénzösszegöt. Segíts magadon, az Isten is megsegít, tartja a mondás. Ezért gondolom, hogy jó példa, de ebben nem tudok igazán tanácsot adni, csak a magunk példát tudom elmondani. Merni kell, bátran vállalkozni, és hogyha ezek rendelkezésre állnak, akkor a működtetés olyan színvonalú lesz, hogy a helyben élő gyerekek, szülei az iskolába, azért a gyerekek mellett eljáró anyukák, apukák számon kérik a választott vezetőket. És hogy tud egy polgármester, mit tud mondani, ez egy ilyen rókafutó csuka helyzete lehetett, nem szerettem volna ebben a helyzetben lenni, hogy elzárják a gázt. Mit tud mondani egy polgármester helyben a szülőnek? Azt mondtam volna például, hogy hát ne haragudj, a Klebersberg intézmény fenntartó központ, hát, és mondtam, hogy akkor rábíztátok. De helyben felelősséggel tartozunk, ezt meg kell tegyük mindannyian. Másik dolog a fenntartás, abban teljesen egyetértek, hogy áldatlan helyzet volt, nem volt finanszírozva az elvonások alatt, visszatekintek ezelőtt 7-8 évre.
áldatlan helyzet volt, az, hogy központi irányelvek alapján egységes tanterv szerint járási székhelyekben tankerületek kialakításával működik ennek, csak ezt csak üdvözölni lehet, ezzel teljes mértékben egyetértek én is. Egyrészt ugye beszéltünk a bevételek növelési lehetőségeiről, de a másik oldal a kiadások csökkentése, és nagyon sok beruházás, nagyon sok fejlesztés éppen erre irányult a múltban, és gondolom a jövőben is, és ezt már mint a TÖOSZ alelnöke kérdezem. Természetesen, hát ugye akkor lehet kedvező kiadásokkal, kevés kiadással működtetni egy, mondjuk ha iskoláról van szó, hogyha az megfelelő méretű, optimális, ideális a gyereklétszám, és hangsúlyozom, megfelelő méretű az iskola. Még mindig vélemény szerint vannak olyan települések, nem is Kisztánban, ahol az iskola a gyereklétszámhoz képest kicsit túl van méretezve, és nem kellően energiahatékony. Most zajlanak a keopos pályázatok záró akkordjai, ha lehet így fogalmazni. Ugye rengeteg településen az országban épülnek, illetve szigetelődnek iskolák a 2015-ös szabványoknak megfelelő szintre, ezzel lehet kiadást csökkenteni. Nemrégiben ugye, ha már TÖOSZ társelnökként vagy elnökhelyettesként is meg tetszett szólítani, akkor mi szívesen állunk a Település Önkormányzatok Országos Szövetségével mellé minden olyan kezdeményezésnek, ami arról szól, hogy fenntartható településfejlesztés, fenntartható növekedés. Itt konkrétan egy egyesület mellé álltunk Budapesten, egy országos egyesület, aki azt tűzte zászlajára, hogy minél több információt, szakmai segítséget megkíván adni minden egyes önkormányzatnak, aki Magyarországon működik, hogy hogy lehet energiahatékonyabbá tenni a intézményeit, oktatási és közintézményeit egyaránt. Ennek tükrében milyen fejlesztések, milyen beruházások várhatók a jövőben? Hát nálunk is zajlik ugye a utólagos hőszigetelésnek a megerősített formája, az energiahatékonyság növelése, ez sok intézményt érint a településünkön, a Városházát, a Rozmaringóvodát, a Tamási Áron általános iskolát, illetve a ravatalozót. Ha ezek megvalósulnak, akkor szinte 100%-ban azt lehet mondani, hogy városunkban energiahatékonnyá válnak az intézmények, és ettől természetesen jelentős költségcsökkentést várunk. A jövőben pedig igyekszünk ugye olyan beruházásokat is összehozni az energiahatékonysággal, amelyek munkahelyeket teremtenek. Itt a közfoglalkoztatásról is lehetne sokat beszélni, hogy biomassa kazánok, ugye nálunk 80. Mindenkinek azt javaslom, hogy kézi humán erőt részesítse előnyben ilyen esetekben, dacolva azzal, hogy a modern Európában, a modern Magyarországon nem biztos, hogy ebben az irányban mennének a folyamatok, de az élő munka mindennél fontosabb, hiszen ha élő munkával feladatot adunk az embereknek, akkor az növeli az energiahatékonyságot. Lásd, biomassa kazán. És egyéb más pozitív hatása egyéb is más, van. Kerekes Miklós, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és a rendelkezésünkre állt. Természetesen.